Pisti! Na sziasztok srácok, itt vagyunk a következő videóban. The Long Drive, ez egy magyar fejlesztésű játék. Elvileg ilyen retro kocsik vannak benne. Nagyon sokat nem tudok róla, kaptam a kódot, nagyon szépen köszönöm a fejlesztőknek. Többek között, illetve Szafan D-nek, mert igazából ő volt az összekötő úr. Mindenképpen csekkoljátok le a srácot, Facebook live-ozni szokott. Szafan D, egy tényleg baromi jó arc űrgéről beszélünk. Na de, nézzük meg. Kíváncsi leszek, ez nem tudom, valószínűleg hülyeséget fogok mondani, tehát a szociautókban én nagyon hülye vagyok. Én, ami ott előttem van jobbra, én mondanék rá egy ladát, egy zsigulit, bármit, tehát hogy nekem ezek egybe folynak, és tudom, jó, sokaknak ez ilyen nagyon gáz, nálam ez sajnos ilyen, úgyhogy start. Nem játszottam még vele semmit, ez egy ilyen egyszerűbb grafikájú történet. Wow. Azt tudom, hogy mennyire hangos a játék. Tehát gyönyörű ez a sárga kockás ízi asztal. Mik vannak itt? Meg lehet fogni? Pick up. Nem tört szét. Jézusom. Oké. Van gázpalack. Ez mi, ez kaja? Börtokos kalipó. Az mi? Hotdog. Értem, jó. Egyelőre még érdekes pick-up. Föl lehet venni egy csomó dolgot. Ez mi a jó franc? Na. Ja, ide lehet berakni a vödröt, és akkor mehet bele a víz. Gondolom, aha. Azok a... Fúj, mi ez? Börtönben még bele lehet kullantani. Gondolom ez a lényege itt. És akkor meg lehet... Vagy csak E plusz mouse turn. Wow! Azért vannak itt dolgok. Jó, kapcsolni lehet a fényt. On. És akkor kimünk a sivatagba, mi a franc? Oké. Ó, van egy verdám, várjál már. Close. Ja, hogy ezt így kell kinyitni, jó. Na, hát van egy ilyen roncsunk, gyönyörű, szép rozsdás vizékkel. És mi a lényeg? Opa, Wunderbaum. Detach. Ezt mindenképpen raknám befele. Aha. Oda szeretném felrakni. Attach. Hát, nagyjából sikerült, mondjuk nem, mondjuk azt, hogy nem. Mindig majd azt megoldjuk. Hoppácska, hello, jó. Rendben. Távcső! Igazából minden csak is fel lehet venni, de hogy így elrakni nem tudom. Egyes, kettes, de egyes, ja, így most nálam van. Értem, jó, akkor távcső nálam van. Ez mi ez a magazin? Szexi nők! Egy. Azt mindenképpen a csomagtartóba berakjuk, hogyha esetleg unatkoznánk, akkor... Mi van a csomagtartó? Mi? Ja, itt a motor. Dismount? Hát ezt ki nem veszem. Elindul a kocsi vajon? Garázsajtó? Na vár... Egyébként semmiféle feladat nincsen. Nem akar kinyílni a... Hogy nem automata. Persze, amikor gondolhattam volna. Oké. Right, és akkor... Fúha. És így a sivatag közepén egy szociautóval. Az egy elég kellemetlen. Ez mi? Empty, ezek üres üvegek. Azon az inni kéne majd valamit esetleg a hosszú távon. Ez is üres üveg. Pick up. Hoppá! Lőszer vagy whatever. Mi az lőszer? Bejátékban lőni is kell majd? Várjál már, azok nem véletlenül voltak odarakva, akkor valószínűleg valahol van fegyverem. És így van itt egy telefonfülke, öcsém. Hát beszarok, igen. Hűha! De érted így a semmi közepén itt egy szaros ház, érted kocsival? Érted egy kaktuszom van, meg egy telefonfülkém, zseni. Hát ott a szomszéd, várjál már, szomszéd, nézzük meg. El lehet indulni az autóval egyáltalán? Sit? Oké. Okay. Elindult! Nem indult el. Most jár a motor. Csak mondom. Hogy kell váltani? Ne szopas! Várjál már, megyünk! We out! Van baja azért, ki van az élettől? Na! We out of here! Várjál, ezt le kéne onnan venni amúgy, mert az rossz helyen van. Na, lefulladtam úgy. Ezt... Oda! Oké, elindult újra. De valami... Valami, nyilván valami visszajelzőnk van. Nem tudom, ez...
Itt a szomszéd. Ó, a driftin! Aj, te jó Isten, mi ez a hely? Oké. Az a rozsda ember, Jézusom! Amúgy nincs olyan trébe az autó belülről. Úgy teljesen át... Amúgy kormányos lehet játszani ezt a játékot. Offroad. De nem nagyon gondoltam azt, hogy ezt most kipróbálnám izével. Kormánya. Nézzük, mi lehet lootolni itt, vagy mi van? Hogy állok föl? Várjál már! Elindult a kocsi! Várjál már! Dismount. Nem akarom levenni! Ah! Most ki tudom szállni. Hát közben megy a kocsi, igen. Micsoda fű van itt! Hát én itt beosonok, hogyha be lehet. Ez mi a stájsz? Aha, benn vagyok. Wow, itt egy izé. Itt egy trailer. Mi ez a Halloween? Pick up. Ezt mindenképpen visszük. Sőt, visszük, hallott, hülye vagy? Aha! Minden szart elviszek. Ez mi? Egy ajtó? Úristen, de szétadom, mert szét van rozsdálva az enyém. És így kilútolom a szomszédot, vágod? Így a semmi közepén. Nem, hogy örülnék, hogy valaki van, majd ide szépen ráállunk valahogy. Rá tudok ide állni? Gondolom. Aha, bőve rá tudunk állni. Mi? Ez mi az Isten nyila? Ez egy guminő? De egy fél guminő. Majdnem megkérdeztem, hogy miért, mire jó egy fél guminő, aztán rájöttem. Nyilvánvalóan visszük magunkkal. Ez itt nem maradhat. Oké, van guminőnk is. Mint a lomisok, érted? Összerakunk mindent. Ezt a gázpalack, ez befér még oda? Gyere már! Az Isten áldja meg! Jó? Jó, nehéz, nem tudom mit akarok itt. Na? Oké. Tehát nem futunk vele. Ez még ide befér. Amúgy marha jó a fizika! Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg tök jó meg van csinálva. És ez mi? Pickup? Az ágyat? Hát azt én már nem viszem magammal, nem fog elférni. Ezt a lámpás, az mondjuk... Miért ne? Vigyük a halloweeni lámpást. Vigyük a halloweeni lámpást, figyelj! Minden, ami kicsi. Oké, meg vagyunk. Jó, ahogy így átnéztem, nagyjából ennyi van egyébként ezen a helyen. Tehát, hogy nem, azt tudom, minek viszem magammal, meg ne kérdezzétek. Kézifék. Jó, ott a fűben majd nagyon klassz lesz menni. Óvatosan kell menni, mert... Szorosan a házszól, szorosan! Jó. Oké, nyugi. Igen. Így szerencsétlen, ki van már az élettől? Nem így kéne működnie, gondolom. Milyen gázokat bocsájt ki, ilyen... Figyelj már, milyen jól ráállunk! Hogy fog kijönni vele? Az még egy jó kérdés, igaz? Aha. Most hátraültem, vágod? Hogy szálltam ki? Így. Ez mi ez a hang? Motorból jön valami. Hallod a izét konkrétan? Az ajtót? Itt az ajtó. Pickup. Várjál, először fogjuk már fel, hogy ez miféle ajtó. Az mi? Az valami küszöbbnek tűnik. Na szóval ez az ajtó, ez egy jobb belső ajtó. Az, hogy színbe nem igazán illik oda, de mondjuk akkor ezt dismountoljuk. Hát remélem kompatibilis. Nem olyan egyszerű, egy Lambó, figyelj! Nem olyan egyszerű amúgy a dolog. Jó. És akkor most ötecs. Figyelj, mount! De miért nem mount? Pickup. És mount. Tudom, hogy akarod. Mount! Ott van! Felraktuk az új ajtót. De nem igazán kompatibilis az ajtó. És ez most így nyílik? Nem is kompatibilis, nézd meg! Na jó, akkor ezt így visszük magunkkal. Remélem, hogy ezt így fel tudom csatolni majd ezt az izét. Most nagyon... lesz ott le, van ott vonóhorog, pickup. Figyeljél már! Aha! Oké. Várjál már, túltolom. Ötecs! Ott van! De most kijött minden. A guminő nagyon fontos. Az nehogy már kiessen. Most remélem, ezek benne maradnak majd amúgy, a lámpásom. Nagyon-nagyon fontos, nem tudom, nem lenne egyébként ott az izé. Na és akkor te is létszi, maradj benn valahogy. Tökéletes! Ezt meg lecsukjuk. Bum! Azt becsukjuk. Bum! És akkor megpróbáljuk ezt hazavinni, jó? Első körbe. Fogalmam sincs, mi a feladat ebben a játékban egyébként. Oké. És húzzuk, figyelj, beszarsz! Uh-huh.
Jenny. Valami nem oké ez az autóval egyébként. Jön? Jön! Jó! Zsír! Kilótoltuk! Ne! És megmaradt? Megmaradtak a dolgaink? Nem esett le ugye, hogy ez semmi? Jó, 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 stabil! A motorháztető is valahogy alá került a izé alá, nem baj. Oké, zsír. Ó, már egészen... Ja, ez egy lada egyébként. Nem, nehogy lada. De egészen, egészen rendben vagyunk. Na. Kérem szépen. Akkor visszamegyünk, ezt visszavisszük. Az üzemanyag szint... Tank? Hát nem sok van. Nem tudom, micsoda hangok vannak. Oké. Na. Van utánfutom. Figyelj, az már egy tök jó dolog. Oké, lelőjük. Igen, kiszállunk, nagyon jó. Na, szóval akkor az ajtó az nem kompatibilis. Ez egy másik, más ajtó, úgyhogy ezt leszedjük. És bevisszük a... betörtem el a szélvédőt, jól hallottam? Hol lett az ajtó? Ja, jó. Got this. És akkor ezt beviszem a műhelybe. Jó, mert hogy útban van, így. Mondjuk valahogy... Mondjuk így. Hoppá, ez mi? Motorolaj? Aha, jó, van motorolaj, rendben van. Mik vannak még itt? Ezt meg se néztem. Ez mi? Most vannak ilyen felnik, ilyen szarárolat, vannak abroncsok. Oké, az mi? Ó, üzemanyag? Hát legalábbis... Aha, anyád! Hülye vagy! Mi a szar? Anyád, ezt így ki kell nyitni és úgy megtölteni, ne szórakozzál már! És úgy vissza! Hát ez nagyon kemény, ez nagyon kemény, srácok! Ki van ezt találva? És milyen tudok lőni? Mert hogy még mindig valami... Most jó! És akkor le kell húzni! Tök jó, megtölteni vissza! Hát ez nagyon kemény! Nyilván viszi magunkkal a Stukkert. Ez mi a nyaja? Oké. Aha, hogy van ilyen izém is, van aknám is. Aha, napszakváltozások is vannak, ez kemény az évben játékban. Ez brutál dolog. Na jó, akkor pakoljunk ki attól függetlenül. Elképzelésem is tök, hogy mi a feladat itt a játékban. Hát most így behordjuk csak ide a szarunkat, aztán majd valahova elpakoljuk, mert igazából fogalmam nincs. Na ez a lámpa, ez mondjuk egyébként fullos. Te légy szíves, itt világítsál neki. De most miért megy bele a falba? Nem kell belemenni a falba. Akkor menj bele a falba, tesó. Anyád, miért? De milyen jók a színek? Na, és ránk sötétedik. Hát ezt meg mondjuk ide rakjuk így. Ahogy, ez hagy égjen. Ez mi? Ja, gáztank, igen. Azt is hoztunk el egyet. Jó, kilótoltuk amúgy a szomszédot. Ezt csak oda berakjuk. De creepy amúgy. A fejét nézd. De azok a csöcsök! Ez nagyon durva. Jó. Téged felrakunk ide, mert leestél. Hogy... Ó, és van áram, yeah! Ó, és van egy izé is, föl is lehet pakolni amúgy. És meg kéne várni az a reggelt amúgy? Mert hogy én így nem indulok el, az biztos, ezt nem gondolom, vannak súlyzóink is, nagyszerű. Ja, és itt van az akna, aha. Jó. Aha, ott lehet benézni alá. Gondolom itt kell olajat cserélni, ha kell. Ott is van egy guminő, nagyszerű, hát hány guminő van? Kár volt elhozni. Ez mi volt? Ez mi? Mi ez a hang? Mi volt ez az elő? Elég creepy. Nem vagyok megnyugodva, az a helyzet. Most meg kell várni, míg a... Van ilyen lámpánk, jó. Próbáltam körbenézni itt egyébként az éjszaka során. Ezekben víz van. Ezekben elvileg víz van. Üzemanyagot kéne szereznünk, mert hogy az nem nagyon van. Drink. Mit iszik abból vizet? Oké. Okay. Úristen, ez a WC? Mi az? Fúj! Felveszem a kulámat.
Berakom a helyére, jó? Úgyhogy megpróbálok most elindulni, kicsikét körbejárni a vidéket, aztán megpróbálok nem lerohadni, hanem fogalmam sincs mi az elképzelési játékból, a telefonfülkében meg nem lehet csinálni semmit egy világon. Úgyhogy akkor elindulok. Úgyis az a játék neve, hogy Long Drive, úgyhogy meglátjuk, hogy az ajtó az... Azt nem tudom, levettem, azt nem raktam vissza. Na, let's go, induljunk el mondjuk balra. Úgyis le fogunk rohadni, már látom előre. Mert ugye azért ég a lámpa amúgy, mert hogy a tank. Jaj, eddig van út! Értem. Értem. Jőha. Jőha. Úgy le fogunk rohadni, mint a szar. Ugye ott írja is, hogy nulla per izé. De meglátjuk, elindulunk akkor az úton. Ameddig lehet menni. Amúgy nagyon komoly, hogy ráfókuszálsz ide, akkor elhomályosodik ott fönt a kép. Jézusom, ha a teriyaki boys van. Biztos, hogy benne lesz egy benzinkút valahol. Anyád, de jó egyébként. Gondolom, ennek a játéknak az a célja egyébként, a hosszú távú célja, hogy felfedezd a helyet. Az mi? Tyűha, hát végül is, figyelj, áram az van. Tehát be van kötve, nyilván nálam is volt. Jé, mi a szar ez a út közepén az a izé kaktusz, láttátok? Átvette a hatalmat a izé. A természet. Az az üzemanyag kérdés, ez kicsit para. Nem találtam üzemanyagos kannát, vagy bármit, ami az lett volna. Hát most, ha lerohadunk, nem tudok, ott sétálnom kell vissza, vagy mi lesz? De most bevállaltuk. Baszhatjuk neki amúgy 120. Oh! Van valami. Hát, tudunk lootolni valami izét. Lehet inni a játékban, de szomjúságjelző kvázi nincs. Nem tudom, mikor azok a... Az mi a szarod? Van, hogy lepattant a tetején. Hadd a fék! Hadd a fék az olyan, hogy így... Az ilyen nem létező. Jó, hát valószínűleg nem lesz útba. Nézzük, ez mi? A tetejére dobott valamit a játék, azt láttam. Ez mi? Itt is van egy guminő, jól látom? Hogy ne lenne persze, hát guminőket kell gyűjteni itt. Tele van szarva az... Úristenemben! És ez mi az isten? Ez mi ez egy ez egy aranyrönk? Vagy mi akar ez lenni? Az hát! És akkor az most mit csinálják? Most komolyan én pakoljam vissza a szart a helyére? Hát és a guminő zseni. És ez mi akar lenni? Oké. Okay. Pick up. Ez mi? Olaj. Oh, anyádat! Samurai kard, zseni. Még egy ajtó. Oké, okay, oké. Okay. Valaki viszi a izémet, de nem. Itt fönn mi van? Egy új kaszni! Anyád, de még milyen? Ez mi? Anyád, de jól néz ki! És... Push! De ez milyen? Mi fullos már? Hagyjad már! Meg lehet építeni! Push! Hát... Ah, persze! Jó van, Master Chief! És akkor ezt hogy kéne hazavinni? A izével a... Nem mondjuk azzal, igen. A... Meg egy ajtó is, sárga az ajtó. Ki lehet törni az üveget? Szóval a legegyszerűbb amúgy. Na, mindig kiviszem így. Na. Kiférsz. Oké. Okay. Mi van még itt? Olaj? Az mondjuk egyébként mindig jól jön az olaj. Ugye innen lehet szerezni. Ott is van szar, a tetőn is van szar. Zseniális. Jó, Istenem. Oké, okay, visszaülünk. Hát nem tudom, meddig fogunk tudni menni. Hát tudjuk, hogy lehet a motort abba a kaszniba, meg a kerekeket? Na várjál már! Na figyeljé! Összemókoljuk a kocsikat? Oké, okay, itt... Hűha, hát én, hogyha a műsorki részéhez értenék, annak én örülnék. Na várjál, dismount kerék. Vagy a felnit, oké. Okay. Ezt így valószínűleg nem fogja felrakni rá. Na! Figyeljél már! Az egészet vedd már ki úgy, ahogy van, azaz. Hey!
Figyelj, van benne kormány is. Oké, figyelj, alakulunk. Figyelj, alakul. Jó. Várjál csak. Pick. Oké, mountoltuk. Dismount. Na, hogy kell ezt kiszedni? Mert biztosan ennyi lenne az egész így kiszedni egy motort egy kocsiból. Na, az úgy gyönyörű lesz azt kivenni. Mert nyilván akkor szívem szerint inkább járnék azzal a másikkal. Azaz, kijött! Na. Mount! Yes! Kipu! Kipu az van ezen is. Ez mi az istennyila? Push, igen, most ezt is meg lehet tolni. Figyelj már, és ennyi? Ez most így működőképes? Ja, meg még a pótkerék. Szi, hogy itt hagyom a kocsimat? Figyelj, ezt berakjuk oda. Figyelj már, ez így most működik? Na? Figyelj, elindult! Összeszereltük a kocsit! Na, szevasz! Attól függetlenül még nincsen visszajelzőnk, semmi. Hát mindegy, most akkor megyünk ezzel. Ez mi? Ez csak egy kő, jó. Hát hogy összemókoltuk az autót? Ehhez már csak ajtók kellenének. Meg üzemanyag kéne nagyon. Amúgy az is, hogy várjál, ott hagytam a motorháztetőt, most nézem, hogy a pótkerék az... Hűha! Húha, itt már ilyen szlalompálya van. Nem úgy van az. Hűha. Az mi? Az úgy megy a... Aha. Túl messzire megyek, az a helyzet, az a para. Túl messzire megyek, srácok. Mindegy, megyünk, amíg meglátjuk, hogy mi lesz. Megyünk, ameddig lehet, nem tudom. Hogy összetákoltuk már az autót, baszki? Tök jó. Jött az ötlet, hoppá! Esetleg megcsináljuk, esetleg. Azt tudom, hogy meddig, mikor van ennek az útnak vége egyáltalán. Tehát megyek, de... Most itt lerohadok tényleg, akkor az nagyon kemény. Nézzük meg, az mi. Az első képző, ember által készített valami épület, amióta én itt megyek. Ez a fék. Na nézzük. Hát kattog, vagy nem tudom, hogy hűl, vagy fogalm is mit csinál. Figyelj! Megmerem tippelni, hogy ott fent lesz egy guminő. És nincs itt semmi! Föl se tudsz menni! Ja Isten, de jó, hogy megálltunk itt. Mindjárt ránk sötétedik amúgy. Az még gyönyörű lesz, srácok. De ez mi? Ja, ez egy kaktusznak a maradványai. Ó, oké. Aha, nincs lámpa. Igen, az elektronikát elfejtettük. Gondolom, azt külön ki kellett volna szedni a kocsiból. Hú, rohadt sötét lesz, hogyha itt izé... Ja, itt az ökön van fény. Ó, akkor jó. Ó! De közel volt ez a szar. Jó, ezeken van lámpa. Ha, jó, van. Akkor nem tré. Akkor nem olyan tré. Wow. Oké. Jézusom. Itt lesz valami. Ott van valami piros izé. Valami fény. Valami van. Itt lesz valami. Fú, nagyon creepy így menni, srácok. Ez mi? Anyád, mi ez a hely? Fűha! Ha legalább annyi eszem lett volna, hogy egy lámpát hozok magammal. Várj csak! Oh, jó! Mekkora mázú, hogy ennyi van legalább a kocsiba. Nincsen semmi lámpa? Wow, te jó Isten! Jó, szerintem várjuk meg, míg a nap feljön, mert hogy ez így... Oh. Na jöveget fel a nap szépen lassan. De biztosan, ami egy jó jel, és akkor most megpróbáljuk úgy megnézni itt a dolgokat, hogy mi van. Itt szerintem nem hagyok el semmit. Szerintem ez csak egy ilyen kilátószerű. Most tök jó, hogy van nálam egyébként... mi ez? Távcső meg minden, de... Hoppá, motorolaj! Kapásból nagyon fog kelleni a hosszú távon, azt elviszük magunkkal azért. És nézd csak! Itt volt egy lámpa kapcsoló. Meg itt is van egy.
Lámpa kapcsoló. Mondjuk egy dolog. Aha, és így nem is fáj. És itt volt ágy. Most ágyak vannak, de igazából mi értem? Le tudsz ülni rá, és de nem tudsz aludni. Tehát, hogy... Nem tudom, gondolom ez csak ilyen i pluszban van, az kész. Na jó. Ledobtuk a motorolajat ugye, és akkor vannak ilyen raklapok. Azon kívül nagyon semmi. Na, akkor hogyha ezt így ide rakom így. Akkor ez megmarad benn? Vajon vagy majd? Megmarad. Jó van. Megyünk tovább, motorolaját azt látunk. Igen, nincs rádió, vagy mi ez, kesztyűtartó se. Elég hiányos az autó még. Van egy olyan elméletem egyébként, hogy így megyek, de a végén kiukadok ott a háznál. Komolyan mondom, ez az elméletem van. Anyád. De akkor lehet inni mindenből, így a... Ez mi volt? Ez mi volt? A kőnek mentem neki? Hol lett a motorolajam? Hol lett a pótkereke? Vagy minden elrepült? A kocsi még egyben van? Jézusom, egy kő volt? Nem tudom, ez mi volt? Aha. Ja, hát ezt viszi magunkkal mindenképpen, mert... A motorolajat azt én most meg nem fogom keresni már. Ez mi volt? Ezek szerint lejt amúgy arrafele. Próbálok minden apró információt így összkicsikarni magamból a játékkal kapcsolatban, hogy mi van meg, hogy van. Most megint van valami. Jézusom, tudod mióta jövök? Ez mi? Jézusom, valami. Oh. Benzinkút! Jézusom, a benzinkút! Hát el se hiszem, srácok. Na nézzük. Mi a stájsz? Hogy kéne tankolni? Nem nagyon van bekötve, igaz? Oké, okay, micsoda? Minus 100% lóhere. A legjobb macska kaja. Macska jaj, plusz 10 lóhere. Oké, okay, guess. Ez az üzemanyag? Oh, új kerekek. Oké. Okay. Szexi nők magazin, nagyon jó, köszönöm. What else? We got a lot of stuff over here. Van megint egy ilyen szaró. Így van, mindenki ilyen helyre szarik egyébként itt a sivatagba. Az mi? Egy új motor? Oil tank empty. Hűha, itt aztán már van variálás. Na várjatok akkor. Hát akkor ezeket visszük. Hogy ne vinném? Oj, végre friss kerekek. Na, szorolaj. Ott van rajta a szar, nagyszerű. De ez tök jó, hogy ez olaj. Ez nagyon jó. Csak... És ez? Guess! Na. Ezt be tudom tölteni vajon üzemanyagként? Aha. Open. De close is. De ne... De azt mondja, drinking, de most ő issza meg. És ennek mi értelme? Én nem tudom beletölteni. Fuel tank 0P32. Á, Phil, jó van, most már tölti, végre. Hú, nem volt egyszerű mutatvány. Na, ennyit tudtunk belerakni? Amik jobb, mint a semmi. Jó, és akkor a kereket, azt jó lenne, mondjuk, mit tudom én, ezt így kiveszem. Puty, dispose that. Légy szíves, rak vissza bele. Köszönöm, pick up. Nagyon durán az izével kellett volna jönni. A... Mi az? Na, nézz oda. Tök jól néz ki. Csak kell, hogy a többi... Aha. Tehát, hogy az izével kellett volna jönni nagyon durván a... utánfutóval. Nagyon durán azzal kellett volna, mert egy csomó mindent tökre szívesen elvinnék magammal. Ezek, ez itt már annyi dolog, hogy konkrétan ebből már lassan lehetne építeni, meg lehetne építeni a másik autót is. Még a végén találunk még valahol még egy ilyen izét. Hűha, találunk valahol még egy ilyen tisztalomos vagyok, nézd oda. Találunk még valahol még egy kasznit, még a végén meg tudjuk csinálni ezt az autót is. Valamilyen úton, módon. Ugye ránk sötétedik, lehet, hogy így megvárom amúgy az izét. Akkor már az éjszakát. Az mi?
Ez micsoda? Anyád! Jó, szétadom! Kijelző. Az nekünk pont kellett is a kocsiba. Gyerek be! Bocsánat! Mount! No, hol van? Pick up! Gyere ide! Jó! Gyere! Gyere! Nem tudom oda rakni! Mount! Ó, van kijelzőnk! Shit! Azt elmond, tökölthettük a másik autóba. Pick up! Lomos, lomos élet. Úgy. Találtam egy rádiót is. Úgy már azért fokkal hangulatosabb lett a történet. Ha túl sok a kaktusz a réten, csak kapcsolját ránk szépen. Mi a szar? Hogyan kér elnézést a Terminátor? Elnézést, hogy félbeszakítottam. Miért kering a sasa hegy fölött? Hár alatta nem tud, bazeg. Mi az abszolút szemtelenség? Törpétől megkérdezni, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Na jó, hát ez a rádió az eléggé veszélyes. Ez is egy műszer. Na erre nem jöttem. Ja, ez egy izé! Ez egy napellenző. Gerét, oda föl valahogy. Gondolom én. Mount. Aha, jó. Fölfogtam, és ez, ja, szkula, igen, jó, rendben. És ez ilyen kis okosság megint a izére, úgy legalább lógjon valami kis cumóka. Ez mennyire jobb, hogy látok is valamit egyébként itt a játékban, hogy mi micsoda. Na jó, hát szóval ez a rádió műsor, srácok, azért az... Ó, és egy Wunderbaum is van, jó, nagyon jó. Azt ott hagytam a másik kocsiba értelemszerűen. Na és akkor ötecs. És kettő is lóghat, nagyon jó. Boom, hello, mi? Na, hát csak detach, és átrakjuk. Ide. Így itt lógjon. Ennyike. És az is detach. Nem tudom mi a szar akar lenni amúgy, de valami biztos. Aha, nagyon jó. Na jó, amúgy most a Motorola jelző, a szintjelző most valamiért írja, hogy valami tré van. Pedig... azt mondja, oil tank 5 liter full. Úgyhogy elvég nem kéne, hogy tré legyen. Azt vissza kéne rakni, close. Ennyi van, igazából, meg megtankoltuk. Ez még nekem fura amúgy, hogy most itt írja, hogy hány százalék gas, hány százalék oil. Ez, megmondom, hogy annyira tényleg nem értem ezt. Itt vannak a eldobó, elhasznált cuccok, hát most szemeteltünk, de ez van. Ez nagyon jól jött ez a kis izé megálló, mert... Komolyan kezdtem azt hinni, nem lesz ebből semmi. Easy. Nem, eltűnik, jó! Jó, zsír! Üzemanyagunk is van relatíve sok. Nézzétek meg, van! Jó, zsír! Úton! Újra úton! Fú, öcsém! Tűha, figyelj, felraktam azt a kereket, és így balra fele hord a kocsi amúgy. Nem tudom miért lehet, hogy nem erre való. Gondolom, folyton ellen kell kormányozni neki. Na most nem fog megállni, mert most az lenne a lényeg, hogy a következő sötétedésig eljussuk a következő épülethez, valamihez. Kisebb balesetbe kerültem bele itt az előbb. Nyilván nekimentem egy kőnek, nem figyeltem. De szerencsére úgy nézem, hogy minden megvan. Minden megvan. Zsír, jó, kocsi is egyben. Megyünk tovább. Legalább a kereket is lecseréltem. Jó. Igen, ilyen balesetekbe bele tud futni az ember. Jézusom, kis driftet nyomok. Elhagytuk a motort. Hova lett a motor? Na mindegy, úgy lehetik elhagytuk, kiestet. Tudjátok, mire emlékeztetek engem az a játék? Van egy ilyen régi, nagyon régi játék. Most hirtelen nem is tudom mi a címe, de addigra meg fogom nektek keresni, akkor ezt a videót rakom össze. Valami bus driver, vagy bus simulator, valami ilyesmi. És a lényeg az, hogy egy egész egy poén, hogy ugyanígy berak a sivatagba, a buszba, és akkor zsaf. És akkor úgy van, hogy el valami 7-8 órás az út, mire elérsz a végére. De igazából így semmi, tehát hogy így néha így letér az útról magától az autó. Tehát ki van találva, és a busz, ki van találva, hogy ne tudjál izé, ne tud csak valamivel leszorítani a gombot, és akkor csak menjen magától. Hanem hogy így mindig maga, így szép lassan letér az útról különben. Meg ilyenek vannak, és de ott viszont full egyenesen kell aztán menni végig. És teljes mértékben arra emlékeztet ez engem ez a játék. Itt is az van, hogy beraktak egy-két ilyen kaktuszt. Hogy oké, vezess nagyon sokat, de hogy néha így azért ki kelljen kerülni. Hop, ott van valami megint. Úgy örülök ezeknek a lootolható helyeknek, mint a hülye gyerek. Az megint egy benzinkút. Jaj! Az újabb benzinkút. Nem. És újabb autóval!
Mármint kasznival legalábbis. De most ez tök jó, hogy most... És itt most mi az elképzelés, hogy megyek, mint a hülye, és akkor... Ez most sárga. Wow. Anyád, fullos. De most igazából miért vinném ezt el innen már? Kurva jó egyébként csak. Aha. Most ennyi erővel már amúgy konkrétan olyan, hogyha már itt már lettem volna, olyan flash-em van. Na, egy ajtó. Ez tudja, hogy nem jó az enyémre, de igazából teljesen csak legyen egy ajtó, mert baszik, mindenki hullik a kocsiból. Ó, amó, nagyon jó. Nagyon jó, és akkor van amónk is, nagyon jó. Még nem is, hogy bármit lőni kellett volna még eddig. 44 kilométert mentem. Anyád. Hopp, sziasztok, bocsi a vágásért. Rájöttem a vágás közben, hogy elfejtettem kiköszönni a játékból. Leginkább azért, mert igazából nem tudtam eldönteni, akarok-e ebből még több részt csinálni, vagy nem. Én azt gondolom, hogy eléggé körbejártuk a játékot, de abban az esetben, hogyha szeretnétek még ebből látni folytatást, elmentettem a játékot, hogy mi van tovább, merre lehet még elmenni, akkor próbálom magam tovább gyötörni vele, mert tényleg úgy néz ki, hogy véget nem ír az az út. Szóval értem meg kommentben, hogy szeretetek-e még részt belőle, egyébként szerintem marha fan a játék, így el lehet vele lenni, csak azt érzem, hogy kicsit kimaxoltuk. De aztán majd eldöntitek. Jöhet az out? Ró! Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti Butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey.